egy, kettő, három, most már megy. Eszembe jutott, hogy katolikus templomban helyettes megy, és mondja, egy, kettő, három, baj van a mikrofonnal, gyülekezet, és a te lelkeddel. Isten hozott mindenkit ebben a galériában. Nem vagyok hozzászokva az erősítőhöz, azért látosztisztam, zavarom a lelkét véletlenül. Nagy-nagy örömmel köszöntök mindenkit. És mindenek előtt a kiállító művésznőt, Dániela Stéphát. Nemzetes Seres Ferenc barátunkat, aki bemutatja a művésznőt, és kulturális színeket is hoz, verset szavalattal. Köszöntöm szeretettel a Duha Varadienzist, Marica urat és Túlzó Sándor velencei barátomat. Isten hozott, és köszönjük szépen, hogy színesítették az előadást. A művésznőnek a kedves férjét, aki elkísértő, Ferenc meg a kedves feleségét, aki most dolgozik, és ne felejtsünk ki a sajtót sem, mert jó velük, jóval lesz. Isten hozzak. És akkor megkérem a zenészeket, hogy kezdjenek ők. Mert azt mondják, hogy sok beszélt. Hernáni Abiyár, Santi Léna. Székelyföldre, mert hazahúzta a szívünk. Svédországról, nem, de nem vagy.
Svédországról egy nagyon kedves emlékem, ott volt egy konferencia, egy nyugat-európai lelkigondozói szolgálatnak a konferenciája. Hát olyan sűrű program volt, hogy laposra ültük a fenekünket. Estére érkeztünk ki egy kicsit a városba, elég késő, már majdnem éjszaka volt. A londoni lelkésszel kimegyünk, a tusoló az ilyen apró pénzzel, de koronával, nem bannival működött, és na, menjünk, váltsunk pénzt. Megy a londoni kollega, és mondja angolul, hogy mi a baja. Mondta a néni, hogy egy elnézést, ő csak svédül. Hát, próbálkozott én is németül, mondta, hogy elnézést, csak svédül. Mondom a kollégának, Sándornak, hogy hát kár, én is váltottam volna, nem ez mivel fürödjek. Néni kinyílik, de tetszenek tudni magyarul. 56-os menekült volt, a leányát helyettesítette, csak svédül meg magyarul. Tudott, akkor jöttem rá, hogy Svédország nem is olyan messze van, és a magyar az világnyelv. Akkor szeretettel köszöntöm még egyszer a művésznőt, és szólok egy pár szót, jó? Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, nagyon boldog vagyok, hogy itthon lehetek a szülőföldön, saját nyelvűen beszélhetek, 29 év után. És nagyon kedves arcokkal, rokonokkal, galátokkal, régi ismerősökkel, hát szeretnénk, hogyha bejárnak az összes nagyvárosokba, ahol elfogadják a munkát, ott már több helyre meghívtak, volt Budapesten, Mégiscsabán, kiállítás, akkor most megint visszahívtak több helyen, hogy nagyon-nagyon jó mentek, nagyon jó érzés. És köszönöm, hogy együtt lehetünk, és remélem még sokszor találkozhatunk. Isten hozta mi nálunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Thank you.
most elvenném a szót, üdvözlöm a kedves nézőközönséget, üdvözlöm a művészeket, üdvözlöm a férjeket, akiket elkísértek a feleségük, ugyebár, és elengedték őket párnal, páratlanul. Remélem, hogy kellemesen töltik az időt nálunk. Remélem, hogy 20-áig még többen fognak jönni ebbe a gyönyörű galériába. Szeretném, hogyha Nagyvárad egész magyarsága és művelt népe eljönne, és persze a románok is, meg akik akarnak. A Honvájról beszélünk, egy másfél versszakos verset mondok előttnek, és utána megmondom a kedves Éva művésznőnek a rövid életrajzát. Tehát mindenkit húz a haza szeretet, mindenkit húz a honvágy, és csak ezt akkor érzi, mikor nincs itt. Nem most és nem itt. Nyugovóra tér a fényes napunk, mi elmegyünk, és biztos elhalunk. Hátam mögött a kedve szülőföldem, hadd vigyek egy rögöt belőle. Visszatérek én, ha Isten megsegít, mert sorsom nem ér véget, nem most és nem itt. Ezt Pandorfba írtam, Ausztriába, mikor kikeretem az országból. Most a rövid önéletrajzát rövidre fogom nagyon. Tehát a kedves Dániel Éva. Örömmel közöm önökkel, hogy nagyon boldog vagyok és vagyunk, hogy itt lehetünk önöknél, és a Nagyvárad és az önök vendégei vagyunk e szép októberi hónapban. Rövid bemutatom után kívánom, hogy érezzék jól magukat körünkben a felséges és hangulatkeltő Tibor Ernő Galéria műtermében, Dániel Éva világegyedi három és több dimenziós festmény tárlatán. Utazzunk a koponyán körül, és fedezzük fel isteni adosságunkat. Dániel Éva született 1950. június 4-én Sepsiszentgyörgy városában, ki munkás szülő gyermekeként látott napvilágot. Édesapja, Diószegi bácsi a legfinomabb pékáról készítette ebben a székely városkában. Élete útja, mint mindenkinek, nem volt akadálymentes a múlt rendszerben, de talán most még több akadály kerül az útjába és útunkba az idő múlásával. Senki nem képzelte volna, hogy egy híres feltaláló lát napvilágot Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy városában. Iskolai pályafutása, mint mindenki, monoton, mikor tanulásra kényszerítik. Attól függ ki, hogy áll a könyvekkel, ugyebár. Ő benne mindig volt több akarat és széles látástól. Szerette a tájakat, erdőket, embereket, tanítójait és nem utolsó sorban a szüleit. Rajzolni kedvelt gyerekkora óta, grafikai munkájára tanítójai és később tanárai felfigyeltek. Így indult el az ér, mint Adi neves költőnk írta, az óceán felé. Bukarestbe folytatta a tanulmányait, hol mint diák festményeket alkotott, hagyományosan, melyekből több kiállításokon és versenyeken részt vett, és kitűnő helyezéseket ért el. Mint mindenkinél következett a családalapítás, és később a család szakítás, sajnos, mivel férje megélhetés céljából Svédföldre diszidált. Gyerekeivel maradt 1990-ig, míg aztán sikerült az állítólagos forradalom után a család egyesítése, de Svédföldön. Ott folytatta munkásságát, és több galériában és városban volt kiállítása, csoportos és végül egyéni is. Ez hatalmas lépés volt számára. Saját galériát alapított, hol állandó jelleggel vendégei voltak. Hatalmas csapás érte egy hirtelen rosszulét után, kórházba szállítva agydaganatot találtak a koponyájában, mire már csak napjai vagy percei voltak a végleges túlvilági útig. Halottnak volt nyilvánítva, de lelke újból visszatért a testébe, műtét közben. Ez reális. 18 órás viadal a halál és az élet között, 18 óra utazás a koponyája körül, mint ahogy Karinti Frigyes írta. Sikerült életben maradni, köszönhető Hilman agysebész professzornak, ki Évával karöltve küldött az életért. Megemlíteni a munkásságát és annak kulisszáit. Az egyedi hagyományos figuratív felfogású festmények három és több dimenzióban szemállást változtató, mozgó, vibráló látszatot keltő képek,
megálmodójának, a Svédországon élő művész munkáinak megtekintéséhez Baner Zoltán művész történész azt javasolta. Kedves néző, ne felejtsd el, hogy lassan haladj el a kép előtt, és miután kiléptél a műteréből, nézz vissza még, mert más tárul a szemed elé, mint amikor aval szembe álltál. Ezért hát teljesen a novum erejével, mert a világképző művészetében történtek ugyan kísérletek, beteljesültek is a háromdimenziós érzőles fogalom munkák megvalósítására, de ez a természetben mindeddig csupán az OP Art technikájának sikerült, melynek megalkotója, atyamestere, ugyancsak a magyar származású vásárhelyi győző. Dániel Éva ezt megvalósította. Megemlíteném zárójelben Seurat, a francia festőművészt, a pointillizmus megalkotóját, ki sok ezer pontotkával építette fel festményeit. Ne felejtjük, fogadjuk az észrevételét, így szemlélünk meg alkotásait. Olyan világegyedi művekkel állunk szemben, melyet hamisítani lehetetlen. Meg volt próbálva egy híres orosz műhelyben kérésre. A válasz lehetetlen. Tehát egyediek, ezt senki nem tudja utánozni, sőt még a művésznő sem. Dancs Rózsa kanadai újságíró a következő képen méltatta alkotását egy kiállításon Torontóban. Dániel Éva is megtette ezt a hatalmas utat a koponyája körül, amit jóval előtte a nagyírónk Karinthy Frigyes. Így tudott megszületni egy új festészeti technológia, amire büszkék vagyunk, mivel hogy Erdély szülöttje találta ki és ki is vitelezte. Dániel Éva sem tudja újra alkotását másolni. Alkotásai több kontinensben voltak már kiállítva és eladva. Megemlíteném Stockholm, Washington, British Virginia, Toronto, ahol a magyar konzul nyitotta a tárlatot. Németország, Dánia több városaiban csoportos tárlatunk volt. Budapesten, Gyulán, Bukaresten, Szekszentgyörgyön, Brassó, Csíkszereda, Szatmárnémeti, Nagykároly és most meg Önöknél. Érvényes Adi versének a gondolata, és jó a hasonlat is. Mondanám saját gondolataimmal, minden cserme és patakocska, és mivel hogy az ér is ide sorolandó, az óceánba ömlik. Köszönöm türelmüket, és kívánom, hogy kellemes időtöltést töltsék az időt itt elénk a galériában. Ne tudjam a művész urakat. Drága művésznőnek, hát egy olyan darabot játszunk, ami három szerelmes dal, van a második, tehát a Passion.
és most egy versemmel szólok a művészeket, akik festenek, és persze, akik verset is írnak, mert általában aki fest, az később elkezd verset is írni, hanem fordítva. És minden festőnek van egy stílusa, van egy víziója. Mondhatnám, hogy van, aki a nőket festi le, van, aki a tájakat festi, mindent, ami létezik, amit a képzelet, amit talán utolsó évig is nem is gondoljuk el, hogy egyik percről a másikra mi is jön az agyunkba, és mit tettünk a vászonra. A versem címe: Valóság valója a női szépség. Többet érdemelsz, nem vásznom a helyed, ihletet ért festő, csak így látja a testedet. Szemrebenés nélkül felmérte szépséget, ecsetek vonásával jellemzi kecsességet. Valóság valója a női szépség, valós és kecses a női ékesség. Művészek figyelnek és téged festenek, álmaim színével borítják testedet. Firkászok, amilyen én vagyok, fenséges testedhez gondolatot írok. Papírra vetem a mesterem való, és megírom, hogy néha az álmok is valók. Ébredj költő, ne kergesd déli bábot, írd le az igazat, a valóságot. Vesd papírra a költői szavakkal, hogy nem tudsz te létezni csak álmaiddal. Képzelet örvénye borítja elmédet, magad mellett képzeled az angyali lényet, vászorról leveszed, soraidba öntöd, angyali szépséget verseiben őrzöd. Ez a versem Párizsban volt megírva, ugye már ott is éltem, hála Istennek, hogy itt hol vagyok, és kihasználom az alkalmat, ezt az emlékversemet Tar Enikőnek adom át, aki segített a nagyváradi kiállítás létrehozásában. Kedves Enikő, ha megkérlek szépen. Canzone per tuo amore. Szintén egy brazil zeneszerző, Egerte un Santo Silva, 1954-ben született. Az ötteni dónak a férje, a zongorista férje. Thank you.
Bonan. Bună ziua, vă urez tuturor și un bun venit în galeria de artă Tibor Ernă. Vă prezint în câteva idei scurta istoria doamnei artiste Daniel Eva. Daniel Eva a văzut lumina soarelui în Sfântul Gheorghe, în județul cu trei scaune, într-o regiune pitorească fermecătoare, acolo unde lanțul zințat al Carpaților închide orizontul platoului înalt. Și a însușit mesajul cultural vechi de secole al Transilvaniei, chiar din cercul spiritual al platoului natal. Simțise instinctiv că pictura face parte integrantă din viața ei și a pictat tablouri cu nuanțe, ceea ce ea le consideră ca fiind impresioniste. A debutat cu mare succes în Centrul Cultural din Sfântul Gheorghe, apoi a câștigat locul 1 la concursul național de artă populară din București, până Iașul și a început drumul spre Marele Ocean. Lucrările ei au ajuns în Austria, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Germania, Danemarca, Suedia, București, British Columbia, Toronto, Virginia, Satu Mare, Carei și acum în Oradea. Seria succeselor a fost umbrită de o tumoare la în creier, care după 18 ore de operație într-o clinică din Linköping a fost extirpată cu succes de profesorul Hillman. Tehnologia și tehnica picturii tridimensionale și multidimensionale îi poartă numele profesorului Dr. Hillman. Vindecarea a deschis noi perspective în concepția Danielei Eva. A ajuns la construirea sistematică a propriului stil artistic cu tehnici noi, cu idei proaspete. Viziunea sa spațială și gama ei de culoare a fost directivată către o nouă direcție. Noile opere sugerează ideea că merită să trăiești, merită să creezi. În 1994 își pictează cu noi impulsuri pânzele sale în ulei. În 1997 face expoziție în Anderstorp, Suedia. 98-99 își prezintă picturile în salonul City Art Gallery, care cu noua tehnică inventată de Jan Hillman. Artista accentuează importanța bucuriei de viață, a armoniei sufletești și esența identității, iubirea sa nemuritoare față de plaiul natal. Poate că miracolul nu este noua tehnică, ci mesajul ei, ceea ce simte, ceea ce dorește să spună spectatorului. Modul de exprimare abstract, pe lângă naturalismul ei, relevă aspectele multiple ale temelor cu exigența unui areolog. În repertoriul ei bogat, prinde viață Brădetul, peisajul transilvanian, flora colorată și portrete. Arta sa întrunește unitatea indivizibilă a muzicii, a literaturii, a artei plastice, eterna problematică a relației spațiu și timp. Multiple concepții fuzionează într-o unitate puternică, slujind în chiar universalitatea ei culturală, cultura artelor plastice maghiare, edificate pe mari tradiții. Daniel Eva este conștientă că activitatea artistică se formează constant sub presa necruțătoare a succeselor și a eșecurilor și în acest proces se fermentează tehnica, ceea care este doar un instrument pentru formularea mesajului poetic și vizuale, apoi pentru arătarea acestuia în expoziție. Prezentarea sa a fost apreciată de recentele expoziții de doctor istoric Bonner Zoltan. Da. Această dispozită tehnică necunoscută în pictură, ba chiar misterioasă. Dezvoltarea metodei va deschide perspectivă în pictură. Voința puternică, izvorită din credință, este un factor important a profilului omenesc al artistei Daniel Eva. Ea crede că în artă nu există hotare. Până atunci, stimate spectatori, nu uita, treci încet în fața picturilor și după ce ai ieșit din spațiul creației, mai privește înapoi, pentru că altceva se va releva decât atunci când ai stat în față cu ea. Citez o frază după Le Corbusier. Jocul savant, corect și magnific al formelor reunite sub lumină. Daniel Eva reprezintă un joc optic și un joc special al luminilor, o combinație între pânză, linie, culoare și lumină. Tablourile pe care le privim nu sunt special create pentru un anumit subiect. Ele au scopul de a ne trezi emoțiile, curiozitatea cu care le privim. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat mica mea explicație, îndrumare în această nouă tehnică. Mulțumesc organizatorilor pentru șansa de a putea fi și am reușit ca să facem acest vernisaj.
Köszönöm szépen a rendezőség nevében, hogy itt lehettünk. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy végre hazakerülhettünk az erdélyi Székelyföldre, és tovább is dolgozhatok ide haza. Körülbelül az egész 26-ot bemutathatom ezeket a különleges munkákat, amit elismertek világszinten, egyedi, védett és nagyon értékes technika. A Hilmán nevű technika professzor nevéről, aki megmentette az életemet 18 órás műtét után. Meg szeretném köszönni a kedves férjemnek, ki jövőben lesz, hogy 50 éve együtt vagyunk, mindig mellettem volt, nagyon sokat segített, úgy a keretezésben, a vászonkikészítésben, még minden problémával, betegséggel elkísért mellettem volt ilyen sok időt keresztül. Híres személynek, és utána a tiszteletes sorra a záró beszédét és a hegy szintén verset. Ne tiltsd meg nékem! Ne tiltsd meg nékem, hogy őszintén szeressek! Ne tiltsd meg, hadd, hogy boldoggá tegyelek! Ha te boldog vagy, én is az leszek! Ne tiltsd meg a legördülő könycseppeket! Ha boldog vagy, szememben könyv ragyog, megtöri fényét, de olykor csak ragyog! Hagyd, hogy töröljen szemem könnyeit,
Add, hogy ne lássa most senki. Bánatom álcázni nem tudom. Néha elbúvok, és halkan zokogom. Ne hallja senki, talán Isten se, hogy mi bánati van a föld életemben. Sosem tízd meg a világnak, hogy illatát vonsa, hadd szabadnak őt, hogy mindenki illatozza. Harmat lepje kelyhét, és szomját hadd oltsa. Engedd szívemnek, hogy szerelmét vonsa. Ne tízd meg nékem, hogy őszintén szeressek. Ne tízd meg. Hadd, hogy boldogát legyenek. Ezt a verset átadnám a feleségemnek. Ferenc barátunk nagyon adakozó kedvében van, mert is kapta egy verset, igaz, hogy elolvasásra. És mi közben itt Székelyföldre tér haza, aki messze jár Svédországba. Ferenc a Szilágyságból jött, Sanyi barátunk kettős állampolgár, lehetne nem papíron, de Brazíliában majdnem annyit van, hanem többet, mint Nagyváradon. Otthonunk a naprendszer, és hát azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Én is egy kicsit hazaköltöztem, mert kismarjai a nagymamám, Bocskai ünnep lesz, Bocskai is mindig kismarjainak tartotta magát, és a lakcímkártyát a múlt héten oda csinálták, hogy azért vagyunk a világban, hogy otthon legyünk vele valahol. És mindnyájan Isten markában, a szeretetben, a jóságban, a szépben vagyunk otthon, ezért köszönöm mindenkinek a szép délutánt, a zenészeknek, hogy megszorongatták a szívünket, és megpróbálom elolvasni a verset. Gyönyörű Hargita. Gyönyörű Hargita, a székelyek széke, Csaba királyfi hagyott öröksége. Őrködni örökre, ez sugalta nékünk, ne hagyjuk tipolni a Csaba örökségünk. Bárbarok, osztrákok székelytvért ontottak, gyereket s felnőttet kardére szúrtak. Sikolyok visszhangja a fülünkbe cseng, édesanyák könnyen folyik oda lent. Ott fent a Hargita bércein anyák siratják elveszett gyermekeit. Sőt, siratják a megtizedelt székelyt, gyászdalat zengenek a hargitai bércek. Székelyek türelme a végére ér, mint minden nép autonómiát kért, békésen a fenyvesben dalolni akarnak, minden nap Istenhez folyászt mondanak. Segíts Csaba király a székely nemzeten, segíts népeden itthon és becsületben. Nem bánod, ha a mappát visszaadom, ugye? Igen, igen, igen. És ezt meg valakinek még odaadom, egy hölgynek. Ide, tessék parancsolni. Kedves kapitány, önnek vagy olyan légyen, a legyenségtársra kérem szépen. Most meg kívánok önöknek nagyon kellemes időtöltést körünkben, és tessenek a vatalukhoz fáradni, és egy kis hazai bronzérmes pálinkát fogyasztani, Szatmár Németi rózsaszínbort inni, és persze egy kis vitizsánat. Kellemes időtöltést kívánok! Kiállítást megnyitottuk, és 20-áig tekinthetők meg a alkotásban. Kellemes időtöltést!
Thank you.